Köszöntöm kedves nézőinket! Őseink hagyatéka című műsorunkat látják, és ma megtudhatják, hogy a csillagos ég és a magyarság milyen kapcsolatban van velünk, milyen kapcsolata van, és aki ezt elmondja nekünk, az nem más, mint egyik leghitelesebb, sőt, szerintem a leghitelesebb asztrozófus, aki már volt vendégünk, Paksi Zoltán. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek újból. Én is örülök neki, és szerintem vágjunk a közepébe úgy magyarosan, az ősökhöz méltóan. Milyen kapcsolata van a magyarságnak a csillagképekkel? Mert ugye nagyon sok mindenről beszélnek, sok mindent próbáltak nem tanítani, elhazudni nekünk a történelemből, de ez a műsor pont arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet mindazokra, amit valami miatt nem adtak át nekünk, de mi most átadjuk az embereknek. Hát a csillagok világa áthatja a kultúránkat, tehát legyen szó a népművészetnek bármelyik ágáról, a díszítő művészetről, a táncokról, a viseletről, tehát hogy például egy szűrőn mi jelenik meg, hogy jelenik meg, hát az tele van égi jelekkel, tele van égi szimbólumokkal, a táncaink tele vannak égi mozdulatokkal, tehát például volt szerencsém látni olyan táncot, ahol képzeld el, fantasztikus élmény volt, ahol a leányok így körbeálltak, így körbe táncoltak, kört alkotva, jöttek a legények, így egyenesen, marsikusan, ahogy a legényekhez illik, a kör, a leányoknak a köre megnyílt, a legények behatoltak, hogy így mondjam idézőjelbe téve a körbe, ott párra találtak, ugye mindenki megtalálta a maga párját, és gyakorlatilag egy ilyen spirált alkottak. Tehát ahogy elkezdtek táncolni, ugye immár párra találva, tulajdonképpen azt a spirált jelenítették meg, ahogy a mi galaxisunk, a Tejút is ugye látható az égen, pontosabban megjelenik az égen, hiszen az a rendszer, amihez mi tartozunk, itt a naprendszer, az egy spirál galaxisnak a része, és ez a Tejút. Tehát most csak kiragadtam hirtelen egy példát, mert ez 21 néhány évvel ezelőtt engem nagyon-nagyon megfogott. Az egyik tanítványom hívott meg egyébként, mert ő táncolt, meg táncol még most is, hogy lesz egy előadásuk, nézze meg, és hát színházban volt ez az előadás, és én pont a páholyban ültem, tehát fölülről láttam, mert hogyha így egy magasságban vagyok vele, vagy kicsit lejjebb, akkor mindez nem látszódik. De egy fölülről, ahogy megnyílt a kör, és tehát a létspirált megjelenítették, hát az valami fantasztikus élmény volt. Hát a muzsikáról már természetesen nem is beszélve. A magyarsághoz és népünkhöz mindegyik csillagkép tartozik valamilyen formában, mindegyik hordoz valamilyen üzenetet. A múltkor beszéltünk az Orion csillagképről, ő Nimród, ugye a magyarok ősapja, és ugye a fiai Hunor és Magyar szintén ott vannak, de ami megint csak nagyon lényeges, és ezt igen-igen kevesen tudják, hogy ahogy az ikrek csillagkép megjelenik a Tejúton, az valóban megidézi, megjeleníti azt a történetet, ahogy Hunor és Magyar át kell a folyón. De miért kelnek át a folyón? Azért, mert a csodaszarvast, hát most idézőjelbe téve mondom, hogy üldözik, mert ugye a szarvas az nem menekült, hiszen mindig bevárta őket, a szarvas az vezette őket valahova. És maga a csodaszarvas is ott van a csillagos égbolton. Maga a csodaszarvas is gyönyörű szépen kirajzolódik, ez ma már három csillagkép. A szarvas agancsát a Kassziopeia csillagkép jeleníti meg, mai nevén hívják így, hogy Kassziopeia, ez egy dupla V alakú csillagzat. A szarvasnak a melső lábai a Perzeusz, a hátsó lábai pedig az Auriga csillagkép. Tehát a Kassziopeia, Perzeusz, Auriga hármasa, ez bárki megnézhette egyébként mondjuk egy csillagtérképen, ez gyönyörű szépen kijelöli a csodaszarvast, és tudod, az ebben a nagyon-nagyon érdekes, hogy a csodaszarvas, aki hazavezeti ugye a magyarságot, most ezt értsük szimbolikusan is, ez azért egészen fantasztikus üzenet, mert a szarvasnak az agancsa, ugye az aranyló agancsú csodaszarvas, azt kell követni, az agancsot. A szarvasnak az agancsa úgynevezett
cirkumpoláris csillagkép. Na most nem akarom elriasztani a kedves nézőket ilyen szövegekkel, ilyen szakszövegekkel, de ennek egy dolog a lényege, hogy cirkumpoláris, hogy soha nem nyugszik le. Tehát ha mi itt élünk, akkor innen a Kárpát-medencéből nézve állandóan a fejünk fölött köröz a szarvasnak az agancsa. Na most ez azt jelenti, hogy minden áldott nap egyszer a szarvas agancsa a koronacsakránk fölé kerül. Tehát a hazavezető üzenet, a vezérlő üzenet, a segítő üzenet az minden magyar ember számára minden nap egyszer energetikailag megjelenik. Tehát nem véletlen az, hogy a szarvas lett a mi az egyik vezérlő állatunk, mert valóban ez az, ami segíti a népet, segíti a magyarságot, tehát amennyiben ő meghatározó szimbóluma számunkra, már pedig az, segíti azt, hogy nem csak, hogy fennmaradjunk, hanem tovább haladjunk és fejlődjünk, hiszen gondoljunk csak bele, hogyha az elmúlt 500 évet nézzük, akkor az, hogy mi még létezünk, az kész csoda. És nem véletlen az, hogy olyan jelek, olyan szimbólumok jelennek meg a mi kultúránkban. Ugye minden jel, hát ezt te tudod a legjobban, minden jelhez, minden szimbólumhoz erők, energiák társulnak, csatlakoznak. Tehát, hogy olyan szimbólumok jelennek meg a mi égi kultúránkban is, amelyek direktben abban segítenek, hogy mi tovább tudjunk lépni és fejlődni tudjunk. Tehát az egyik a csodaszarvas, ami rendkívüli jelentőségű a magyarság szempontjából. Tehát még egyszer mondom, a Kassziópeia, a Perzeusz és az Auriga csillagképek jelenítik meg, míg hunor és magyar természetesen az ikrek kettőse. A másik... Bocsánat, akkor az égen igazából ez egy állandó térkép nekünk. Így van. A múltunkról is, a jelenünkről is, illetve a jövőnkről természetesen. Is. Tehát akkor ez nem csak arról szól az életünk, hogy, vagy nem csak arról kéne, hogy szóljon, hogy minden nap elmegyünk dolgozni, meghallgatjuk, amit mond a főnök, befizetjük a sárga csekkeket, ami most már van belőle piros is, megvásároljuk, amit nekünk a reklámokban ajánlanak, elfogyasztjuk, és másnap újra megyünk dolgozni. Hanem, és kezdődik minden előről. És kezdődik minden előről, és mindenki, tehát néhány kaszba besorolva gyakorlatilag ugyanazt az életmódot éli, hanem tehát én az iskolámban tanítom is, hogy az a csepp a Teremtő Istenből, a csillagok, vagy az Istenek könnyei, azok ott vannak bennünk, ami a szabad akarat lenne. És igazából akkor te ezt alá is támasztod, hogy nekünk saját sorsunk van más, írva az más, más területen, de lényegileg ugyanazt tanítjuk, mert minden embernek van küldetése. Tehát nem csak úgy véletlenül pottyantunk ide, minden embernek megvan a maga küldetése, és a születési képletében benne van ez a küldetés. És az, hogy ez a küldetés miről szól, hát tulajdonképpen ez az életnek az egyik, hanem a legfontosabb kérdése, hogy tudom-e, mi az a küldetés, mert én azt vettem észre, hogy az életben a legfontosabb dolog az, hogy van-e tudásom, tehát hogy tudok-e, tehát hogy tudom-e azt a bizonyos dolgot, mert problémát mindig az okoz, amit nem tudok, amit nem ismerek. Amit ismerek, az érdemben nem tud problémát okozni, és az ember élete számára, a önmagunk számára a legfontosabb tudás az, hogy tudni a saját sorsunkat. És ugye ez az, amit hát sehol nem tanítanak. Kijártuk az iskoláinkat, de se az általános iskolában, se a gimiben, se az egyetemen, hogy miről szól az életed, miről szól ez az inkarnáció, hát ezzel senki nem foglalkozik. És hogyha én tudom, hogy mi a küldetésem, mi a sorsom, merre van az előre, akkor ebben az életemben egész biztos, hogy boldog életet fogok élni, mert a boldogsághoz kell, hogy jó, persze kell hozzá a szeretet, a család, nyilvánvaló ez nélkülözhetetlen, de ugyanígy nélkülözhetetlen az is, hogy igen, haladok előre, azokat a teremtő, alkotó energiákat, amelyek a bolygók és a csillagok okán, a teremtés okán bennem vannak, azokat igenis működtetni, és hát mondjuk nem feltétlenül 9-től 5-ig mondjuk valakinek a szolgálatába állítani azt a teremtő erőt, amivel egyébként én is hozzá tudok járulni a teremtéshez. Tehát, és ugyanígy megvan a küldetése a népeknek, a nemzeteknek is.
Tehát megvan a küldetése a népeknek, nemzeteknek is, így a magyarságnak is. Erről mesélj nekünk, mert ez nagyon fontos, hogy mindenki tudja, ki Tibor, a két napi hideg élelem, plusz áfa, de persze röviden, tömören is el lehet ezt mondani. Hát ahhoz, hogy a magyarság küldetéséről beszéljünk, hogy mondjam, tehát én nem vindikálnám magamnak a jogot, hogy most így ex-katedra kijelentsek ezzel kapcsolatosan dolgokat. A csillagoség vonatkozásába beszélek erről. A következő, tehát ahhoz, hogy ez abszolút világos legyen, a következőt kell tudni. Minden nemzet tartozik valamilyen csillagzathoz. Tehát minden nép tartozik valamelyik csillagképhez. Egyébként az a kifejezés, hogy vezérlő csillagzat, ugye ez egy nagyon-nagyon régi kifejezés, hogy a népnek a vezérlő csillaga, az tulajdonképpen azt jelentette, hogy az a csillag, amelyik a vezérlő csillag volt, hogy annak a csillagnak a tartományából érkeztünk ide a Földre. Tehát oda kell majd hazatérnünk. Az a csillag mutatja a hazafelé vezető utat. Az ősök országába. Így van, igen. És a természet közeli népek ezt ma még tudják. Lásd például a dogonok. Ugye ők is, akárcsak mi a Siriushoz kapcsolják magukat, és amikor ugye van a Siriusnak az úgynevezett heliákus kelése, ugye az a nappal együtt kell a Sirius, tehát együttállásban a nappal, akkor vannak az ünnepek, tehát akkor jelenik meg az égi otthon, tündökletes fényben az égbolton, mint egy emlékeztetvén a népet arra, hogy vigyázz, azért nyilván fontos itt ez a földi élet, de csak a maga jelentőségében kezelt, hiszen az igazi otthon, ahogy I.S. Gyula is írja, és mondja, hogy a haza a magosban van, és hát ezt, és a vezérlő csillag mutatja az irányt hazafelé. Na most a magyarsághoz, tehát minden néphez tartozik egy, tehát minden nép valamelyik csillagképnek van alárendelve, vagy valamelyik csillagképhez tartozik, az, hogy alárendelve, ez nem jó kifejezés. A magyarság a nyilas csillagképéhez tartozik. És a nyilas csillagkép szintén a tejuton van, és pontosan szemben van Nimróddal. Nimródot és a nyilast a tejút köti össze, és a tejuton a nyilas csillagkép fölött van az Aquila csillagkép, magyarra fordítva a neve Sas, a magyar hagyományban a turulmadár. Ott van a turulmadár a lelkek útján, Csaba királyfi útján. Ugye a tejuton nem véletlen, hogy megjelenik emese álmában, hiszen az álmok útján jön ez a turulmadár. Tehát a magyarsághoz a turul, a Sas csillagkép hozzátartozik, ő jeleníti meg a nyilasnál a felemelkedést, a kiemelkedést, a minőségi emelkedést. Tehát a nyilas csillagzatához tartozó népnek, a magyarságnak a küldetésében benne van az, hogyha valamit csinálunk, valamit létrehozunk, akkor abban nem mennyiségileg történik változás vagy emelkedés, hanem minőségileg. Tehát dimenziókat tudunk nyitni. Egyébként, ha csak a nyelvünkbe gondolunk bele, akkor hát azt hiszem nem kell ezt túlzottan ragozni. Sőt, itt bocsáss meg csak egy pillanatra a kedves nézőknek, egy nagyon fontos dolog, ami ide kapcsolódik, és nem szabad, hogy elhanyaguljuk, hogy ugye Attila legnagyobb királyunk, a legnagyobb hadúr a világon, az Nimródig tudta visszavezetni az ő családfáját, és Nimród nem volt más, mint Kán fia, Kán pedig Noé másodszülött fia volt. Tehát odáig nyúlik vissza, ami dicsőséges és igaz ős történelmünk, amit a történelemkönyvben nem pont így írnak le, de hát nyilván nyomda hiba. A másik fontos, ugye, hogy amikor a mi népeink a pusztákban éltek, nem azért éltek ott, mert féltek a többi néptől, hanem nem akartak viaskodni, harcolni. De amikor látták, hogy nincs más kiút, akkor égi segítséget kértek. Imádkoztak Nimród atyához. És lett az íj, és lett a ló, és lett a lovas íjászat, ami világosan ott van, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség. Igen. Tehát egy tyúmen lovas íjász, ami 7-10 ezer, az gyakorlatilag 25-30 ezer gyalogossal bírt. Bocsáss meg, hát ugye, ezt nagyon nem. Fontos volt hozzákapcsolni, hogy a fizikai valósága megvan annak, amit te a csillagokból mondasz. Hát, de egyébként olyannyira, hogy Mátyás, amikor építette ugye
a királyi palotács benne a királyok termét, akkor ott megjelenítette az uralkodóinkat, és a legelső uralkodó az Nimród volt, tehát Nimródtól kezdve, és ami külön érdekesség volt, hogy önmaga után még 4 stációt festetett fel, és itt például, és mindegyik uralkodó fölött ott volt az a csillagkép, amely csillagkép minőségét annak az uralkodónak ide le kell hozni. Attila király, akit említettél, fölötte pontosas csillagkép. Pont a turulmadár az Aquila csillagképe van, ami azért is nagyon-nagyon érdekes, mert tulajdonképpen Attila Róma kapui előtt című történet, amit ugye többen is megfestettek, például Csontvári Koszkati Vadar is, na az a történet ott van fönt az égbolton. Ugyanis ahogy megjelenik ugye az olasz csizma, Itália, az pont a tejút hasadéka melletti tejutág, és ott maga a sas csillagkép szimbolizálja, jeleníti meg egyébként Attilát, és az a nagyon-nagyon érdekes, hogy Attila miért nem foglalja el Rómát, azért, ugye ő is mit csinál Róma falai előtt? Feltekint a csillagos égboltra, tehát égi vezérletre vár. Azért, mert maga a sas csillagkép fönt a tejúton, az égen, nem Róma felé, hanem az ég teteje felé szárnyal. Ezt jeleníti meg Attila is. Holott, hogyha elfoglalja Rómát, akkor ő aztán tényleg minden idők legeslleghatalmasabb uralkodója fizikai síkon is, de ő nem ezt választja, hanem visszatér a Kárpát-medencébe. Miért? Mert az égen is ez történik, és ez egy akkora minta, ez egy akkora példa, aminek a jelentőségét hát nem is nagyon tudja a mai korembere szerintem úgy igazán értékelni, hogyha nem mélyül el ezekbe a témákba. De még visszatérve a magyarság küldetésre, tehát az egyikről már beszéltünk, a másik pedig a nyilas csillagképe mellett, de szoros kapcsolatban a nyilassal, ott látható a kígyótartó csillagkép. A kígyótartó csillagkép nagyon érdekes, mert a kígyótartó csillagkép szintén a tejúton van, a skorpió és a nyilas csillagképek közé ékelődve, hát persze nem oda van ékelődve, de ott jelenik meg, és a kígyótartó csillagkép szimbolizálja a gyógyítást. A kígyótartó kezében tartja a kígyót, a kígyó feje, az az északi korona, a tudás, a bölcsesség koronájához emelkedik, a kígyó farka a tejút hasadékába hatol, a tejút hasadéka az ég anyaistennőnek az öle, és az ég anyaistennő ölébe hatolva nemzi azt a lelket, aki már sasként, ugye szimbólum, sasként szárnyal haza a kiteljesedés az égi magasságokba, ez már a sas csillagkép. Maga a kígyó feje szimbolizálja a szellem, a kígyó farka pedig az ösztönerőit, ösztönenergiáit. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy a felső és az alsó energiáink működtetését, kézben tartását jeleníti meg a kígyó tartó csillagkép. Egyébként az egyik oszlopon természetesen ő is ott van. Az északi sarokoszlopon. Így van, így van. És ha az ember kezében tudja tartani a szellem és az ösztönerőit, akkor válik igazán egészé, egészségessé a gyógyításnak. Nyugodtan mondhatjuk, egy kicsit talán túlzottan is leegyszerűsítve, de ez a titka. Tehát, hogy kézben tartani mind a tudati, mind a zsigeri, mind az ösztöni erőket, hogy ne ők vegyék át fölöttünk a hatalmat, mert akkor már kicsúsztunk abból a szerepből, abból a küldetésből, ami az Isten gyermekéhez méltó. Hogyha valamilyen belső energia át tudja venni fölöttem a hatalmat, az irányítást. Tehát én azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy nézzétek meg azt, hogy melyek azok a dolgok, amelyek ilyen zsigeri erőket kihoznak belőletek. Mi az, amikor hisztizel, vagy kiborulsz, vagy csapkodsz, és elegen van, és elszakadt a cérna. És amikor ilyen van, akkor kérd meg valamelyik társadat, hogy fotózzon már le. Tehát egy hisztizés közben, mert hogyha megnézed, az úristen, hogy nézel ki hisztizés közben, mondja is a magyar, hogy magamon kívül vagyok. Tehát, hogy nem én vagyok. Tehát van egy erő, ami átveszi fölöttem a hatalmat, hát akkor hogy tudnám én irányítani a saját életemet? No, de visszatérve a kígyótartó csillagképhez, ő a gyógyítás. Tehát a magyarság és a gyógyítás összetartozik. A magyarság és a gyógyítás összekapcsolódik. Ugye nem véletlen az, hogy a magyar szent koronán is 2 orvos szent van, tehát semmiből nincs 2.
de az orvosszentekből igen, ugye Kozma és Damján. Tehát a gyógyítás az nagyon-nagyon hangsúlyosan hozzátartozik a magyarsághoz. Gondolj bele abba, hogyha ma szétnézünk Magyarországon, nem találsz olyan családot, ahol legalább egy ember ne tudna valamilyen gyógyító módszer, gyógyító technikát. Legszélsőségesebb esetben akár még orvos is lehet. Igen, de... vagy pedig megnézzük, hogy mennyi gyógyforrás van Magyarországon, van. És azért fontos tudni a nézőknek, hogy körülbelül a háromnegyedüket nem szabad használni, hogy a nagy ismert gyógyhelyek forrása el ne apadjon. Mennyi gyógyító hely van, tehát ahol pozitív zónák találkoznak, szakrális helyekről beszélünk, ugye mennyi gyógyító ember van, a gyógynövényeknek a töménysége, és ugyanannak a gyógynövénynek nagyon sok esetben gyengébb a hatásfok a Kárpát-medencén kívül, mint itt a Kárpát-medencében. Tehát megint csak alá tudjuk támasztani egy másik oldalról megvilágítva ugyanazt, amit te elmondasz itt nekünk a csillagokon keresztül. Igen, tehát az, hogy gyógyítunk, és nem csak abban az értelemben, hogy mit tudom, valakinek fáj a feje, vagy gyomorfekéje van, vagy bármi fizikai probléma, azt meggyógyítjuk, hanem a gyógyítás az vonatkozik a környezetre is, vonatkozik az anyaföldre, vonatkozik a gondolatiságra, tehát mindenre, az érzelmekre. Tehát magának a gyógyításnak óriási a jelentősége. Nem véletlen, ugye, hiszen a nyilas csillagkép szomszédos egy égi cikkelyen jelenik meg szoros átfedésben a kígyótartó csillagképével, és ami még nagyon-nagyon fontos a magyarság küldetésében, és tehát az egyik a minőségi emelkedés, hogy összegezzük, a másik a gyógyítás, és van egy harmadik, minden ősi tanítás, minden ősi eredetmítosz, eredetmonda különböző formában, de az ember küldetéseként azt fogalmazza meg, ami például a Bibliában úgy van leírva, hogy sokasod szaporodj és hajtsd uralmad alá. Ugye ez az a mondat, amit mindenki tud, mindenki ismer, mindenki találkozott ezzel. Tehát a benne van a eleve az ember küldetésében az, hogy ő szabad legyen, hogy ő legyen a saját életének az ura, és ne más uralja az ő életét. Ne más ossza be az ő idejét, hanem a saját életemet én uraljam. És hát ugye ezt őseink, hogyha például a királyi szkítákra gondolunk, akikről Hérodotosz is ír, hát ezt gyönyörű szépen megjelenítették. És elég, hát most lehet, hogy durva lesz, amit mondok, és néhányaknak esetleg nem fog tetszeni, de eléggé szomorú az, amikor egy magyar ember jó állás után ácsingózik, mert hogyha én valahol jó állásban vagyok, akkor bizony-bizony az időm és az életem javarésze fölött nem én rendelkezem, nem én uralom. Egy magyar ember, most nem mondom azt, hogy mindenki hagyja ott az állását, szó nincs róla, de érdemes törekedni arra, hogy igenis érjük el azt, hogy szabadok legyünk, és ne az XY multinacionális cég vagy bevásárló komplexumnak a vezetője határozza meg azt, hogy most mettől meddig kell túlóráznom és felmosni a romlott húsok között megjelenő patkányürüléket akár, hanem igenis én legyek az életemnek az ura. Tehát ez a magyarság küldetésekben benne van. Gondolj bele, hogyha én állásba vagyok, milyen szép a magyar nyelv, akkor haladok? Állásba tudok haladni? Hát nyilván nem. De az a törekvés, hogy igenis az ember törekedjen arra, hogy ő vezesse, ő irányítsa a saját életét, ez méltó az Isten gyermekéhez, a másik nem. És hogy ez hogy jelenik meg a csillagos égbolton? Az álláshoz enged meg, hogy hozzátegyek egy másikat, ugye említetted itt a csodálatos multinacionális cégeket, és ugye aki ott állásban van, az éppen árul. Hát igen. Tehát ne áruljuk el az őseinket, se a méltóságunkat, és ne is álljunk, hanem haladjunk, és dicső múltú őseinkhez méltán megvan bennünk minden adottság. Igen, így van. Bocsáss így van. Meg, csak nem, ez nagyon fontos természetes, volt hozzátenni. És tudod, ami itt ebből a szempontból nagyon-nagyon fontos, hogyha megnézzük a nyilas csillagképet, akár az égbolton, akár egy csillagtérképen, vagy például az internetről le lehet tölteni ilyen csillagászati programokat ingyenesen,
mint gyorsan akartam mondani a nevét, de most nem jutott így hirtelen eszembe. Nem mindegy, hogyha eszembe jut, majd mondom, ingyenesen letölthető, tehát bárki számára hozzáférhető. Stellárium. Na, csak eszembe jutott. Tehát ha megnézzük a nyilas csillagképét, akárhogyan, akkor látjuk azt, hogy a nyilas csillagképen belül van egy kis csillagkép, 7 ragyogó fényes csillag alkotja, és az a neve, hogy Corona Australis, vagyis déli korona. Tehát a nyilason belül ott van a korona, ott van egy királyi korona, ami egyértelműen utal arra, hogy a magyarsághoz, a magyar emberhez hozzátartozik az, hogy ő uralkodó legyen. Na most gyorsan tegyük hozzá azt, hogy uralkodni az spirituális értelmében nem azt jelenti, hogy akkor most uralkodok mások fölött, nem. De azt igen, hogy uralkodni a gondolataim, uralkodni a fizikai, uralkodni a lelki energiáim fölött, uralkodni, tehát uralni önmagam. Azt viszont igenis jelenti uralni és működtetni azokat az alkotó, teremtő energiákat, amelyek minden emberben hihetetlen mennyiségben ott vannak. És ez a déli korona csillagkép, a nyilas csillagképen belül ugyanúgy a tejút, félig a tejuton van, ahogy a nyilas, tehát együtt jönnek le a tejútról. És hogyha egy korona a tejuton van az Istenek útján, akkor az a korona csak szent korona lehet. És milyen érdekes, hogy ma a Földön egyetlen egy nép van, akinek szent koronája van, és az a magyarság. De hát az égen is így van. Ugye ott van a nyilas csillagkép, és a nyilas csillagképén belül ott van a tejútnak a koronája, ugye a déli korona csillagkép. Tehát ez az a három dolog, ami a magyarság szempontjából egyénileg is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ne csak úgy tekintsünk a magyarságra, mint mondjuk egy népcsoportra, akinek van valamilyen küldetése, hanem azon belül nekem mi a dolgom. Nekem milyen lehetőségeim vannak. Tehát egyfelől a gyógyító energiák működtetése gyógyítani, másfelől alkotni, teremteni, harmadrészt meg törekedni arra, ha másképp nem lépésről lépésre, hogy igenis elérjem azt, hogy az én életemnek én legyek az ura, ahogy minden szkíta király volt a maga idejében, ahogy ugye már említettük Hérodotosz is. Ez azt hiszem, ugye, hogy akár záró mondatnak is tökéletes, de van esetleg még egy mondat, vagy egy érzés, amit így üzennél a képernyőn keresztül ezek tükrében a nézőknek? Van. És ez pedig a táltos paripához kapcsolódik, a Pegasus csillagképéhez. A magyar hagyományban meghatározó jelentőséggel bír a táltos paripa, és gondoljanak csak bele abba, hogy a Pegasus, a táltos paripa, amikor találkozik vele a mesehős, akkor nem mennyiségileg segíti az útján, hanem minőségileg viszi őt haza. És ma ez a táltos paripa újra aktív. A táltos paripa újra aktív, és nagyon-nagyon érdekes, mert a táltos paripa mellett, a táltos paripa fölött, a tejútról jön le a villámcsillagkép. A szkíta görög mitológia is egyébként azt mondja, hogy a Pegasus hozza el Zeus villámait. Zeus villámai pedig nem más, mint az isteni sugallat, az isteni gondolat. És amit nagyon-nagyon fontosnak tartok megemlíteni, hogy a világtengely, tehát a világkorszakot jelölő, a tavaszpontot az őszponttal összekötő világtengely, az a Pegasus és a villámcsillagképén is átível ebben az időben, amiben most élünk. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van a táltos paripa, itt van a villám. Magyarra fordítva, a hétköznapi értelemben ez azt jelenti, hogy nézzük meg azt, hogy melyek azok a dolgok az életünkben, amiben úgy érezzük, hogy szárnyalunk, ahogy a táltos paripa, és merjük csinálni azokat a dolgokat. Tehát merjük, mert hogyha olyan dolgokba veszünk részt, olyan dolgokat csinálunk, amiben szárnyalunk, akkor nyílnak meg az ég kapui. Természetesen belső értelemben. A másik pedig, hogy figyeljünk oda a sugallatainkra. Figyeljünk oda a váratlanul bevillanó sugallatokra, mert onnan ismerjük fel ezeket, hogy mi magunk is meglepődünk, hogy hoppá, én nem erről éppen azon gondolkodom, hogy mit kéne vásárolni, és jön egy ilyen sugallat. Érdemes ezekre odafigyelni és lejegyzetelni őket, mert ezekben jelenik meg az isteni segítő üzenet, és ezt mindenki megkapja. Nagyon csak szépen. Tudni kell ezt. Nagyon szépen köszönöm a nézők nevében is, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem veletek. Köszönjük szépen a kedves nézőinknek, hogy megtisztelték a műsorunkat. Lesz még folytatása.
Paksi Zoltánnal ennek a műsornak. Dicsőséget az őseinknek, áldást és szép, boldog, gazdag jövőt az utódainknak. Viszontlátásra!